Hello, sziasztok srácok! Most egy One Piece-es teóriával jöttem hozzátok. Avagy Mihawk Rayleigh fia lenne? Hát ezt járjuk körbe, tartsatok velem! Haj! Mihawk anya! Na hát kezdjük is akkor az elején a történetünket, ezt a kis teóriát, tehát teória szinten beszélünk. Most erről a teória azt jelenti, hogy vannak benne olyan érvek, ami reális lehet, de még sincs pontosan megadva, tehát igazándiból csak elmélkedünk, teóriázgatunk. Az, hogy honnan jött, hogy Mihawk Rayleigh fia lenne, ez onnan jött, gyerekek, hogy tudjátok jól, Rayleigh Goldie Rogernek az első tisztje volt, ő volt a karforgatója. Na már most azt tudni kell, vagy látni kell, ugye amikor a Szabaody Arkhoz tartunk, hogy van egy Shaki nevű nő, egy kocsmáros, aki kemény üti vágja a kocsmába az embereket, így látjuk meg őt, és meglátjuk azt is, hogy a haja neki így áll. Na már most Rayleigh eléggé szoros kapcsolatban van ezzel a Shakival, úgy tűnhet, mintha romantikus kapcsolat is lenne a háttérbe, azt tudjuk jól, hogy biztos, hogy volt nekik múltjuk, tehát igazából innen jön az egész teória, hogy Rayleigh és Shaki együtt, és ugye a gyereke Mihawk. Shakiról, amit tudni kell, ugye ő az Amazon Lilin is élt, tehát a Kuja kalózoknak a vezére volt egy időben, és Rayleigh azért elég közel áll Amazon Lilihez, azt észrevehetjük, meg a mangából is azért megmentette Amazon Lilit is, tehát itt is összeáll a kapocs, hogy Shaki és Rayleigh egy pár is alkothat titokba, vagy nem titokba, csak még mi nem tudjuk igazán. Na már most az ő kapcsolatuk azért eléggé meghitt volt a kocsmába is, és onnan jön tényleg ez a teória. Ugye egy az, hogy Rayleigh karforgató, és ha úgy nézzük, hogy a Kalóz király csapatnak a karforgatója, akkor a maga kis korszakában ő előkelő helyen lehetett a karforgatók között, kb. Ilyen első helyen. Hát most a Kalóz király csapatában az ottani karforgató a legjobb karforgató, nem? Abba a korszakba. De ugye nem kapta meg azért így ezt a címet, hogy a világ legerősebbje, de ez csak egy kisebb gondolat a logika szerint. Most ugye Shakinak így áll a pajesza, ugye ez Mihawknál is észrevehető a szakállánál, főleg mikor fiatal volt, egy az egybe érezhető, hogy mintha lenne köze Shakihoz, mint a Shaki neki a fia lenne Mihawk, teljesen úgy néznek ki, tökre adja magát a szituáció. És akkor itt jön a kép, hogy Rayleigh lenne akkor az apuka. Na már most, és akkor innen jön az én kis teóriám, amit így magam raktam össze, hogy hú, ez tökre adná, és érvekkel, meg mindennel. Hogy igazából ugye Shaki és Rayleigh összejött fiatalon, és ugye Rayleigh ment tovább Goldie Rogerrel az utazásokra, így Shakinak egyedül kellett felnevelni a fiát Mihawkot, és ugye úgy jön ez a kép, hogy ezért sincs Mihawknak kalózbandája, hiszen ugye az apja távol volt ugye a kalózbanda miatt, és lehetséges, hogy így meg is haragudott rá, és egy személyként ezért járja a tengert vele foglalkozni, mert haragudhat, úgymond az apjára. Tehát ez tökre adná magát ez a történet. Rayleigh és Mihawk között annyira sok hasonlóság nincs, kivéve, ha megnézzük Rayleighnek a fiatalkori ruházatát, ott tisztára úgy adja ki, mint ahogy Mihawknak is van a ruházata, a szimbólumokkal belülről. Persze ez elég kevés ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a fia, de viszont a többi, ugye, hogy Shakival a kapcsolatuk, ami még teljesen nem derült ki, hogy romantikus-e, csak elég meghitt, és pluszba az, hogy tényleg Shaki tiszta olyan, mintha Mihawknak az anyja lenne, így áll össze ez a teória. Írjátok meg kommentbe, srácok, hogy szerintetek ez a teória mennyire áll helyt, és mennyire lenne ez nagy dolog, vagy mi a ti véleményetek erről. Igazából Mihawknak nagyon sokáig ez volt a teóriája a szüleiről, de már manapság láttam olyat is, hogy Imusama lenne az ő anyja vagy apja, ugye a szeme miatt is, mert ugyanolyan szemük van, csak ugye Mihawknak sólyom sárga színű, ami Imunak meg piros. De én ezt elvetném, én hát ebben nem hiszek, nekem jobban szimpatizálok jobban a Shaki Rayleigh teóriával, hogy az ő
gyerekük lenne Mihov. És tényleg az, hogy megkaragudott a kalózokra, ezért sincsen neki kalózbandája, mert hát hiszen egy ilyen kalózbanda vitt el az apját, és az anyjának egyedül kellett felnevelnie, úgymond. Szóval ez így tökre adná, hogy miért ennyire nem bízik meg senkibe, zárkózott srác, stb. Stb. Szóval ez tökre adná a történet szerint is, hogy ez így történne. Én nagyon kíváncsian várom, hogy kiderül-e, vagy foglalkoznak-e majd ezzel a dologgal. Srácok, ti írjátok meg kommentbe erről mi a véleményetek, és iratkozzatok fel, amíg nem tettétek meg, de egy lájkot mindenképp dobjatok. Sziasztok!